Sok szakembernek borzolta a kedélyét az augusztus elején életbe lépett kormányrendelet, miszerint az erdők termelésének a feltételeit lényegesen lazábbra vették, ezáltal a szakemberek szerint legalábbis igen nagy problémákat okozva hosszú távon. Mi az ÁNG mozgalom egyértelmű álláspontja az, hogy az erdő az egy hosszú távú, az életet biztosító erőforrás, nem pedig egy energiaforrás, és azt gondoljuk, hogy a kormánynak a mostani kapálózása helyett és a bajnak a ilyen irányú megoldása helyett talán hosszú távon kellett volna felkészülni erre az energiaválságos időszakra. Rengeteg olyan energiát lehetne hiszen előállítani, amik egész egyszerűen fedeznék ezt az energiaválságot, de ők ahhoz nyúlnak hozzá, ami hosszú távon úgy gondoljuk, hogy még nagyobb kihatással lesz a jelen pillanatban is tapasztalható káros környezeti tényezőkre. Gondolunk itt az aszálykára például, hiszen hogyha az erdőknek az írtását azt fokozni fogják, akkor az aszálykárok is még inkább fokozódni fognak. Ehelyett mi azt tudnánk javasolni a kormánynak, és teszünk is lenne javaslatcsomagot értelemszerűen az asztalra, hogy a megújuló energiákból próbálja meg az energia hiányt fedezni, hiszen rengeteg biogáz erőművet lehetne csinálni, mely nem csak villamos energia előállítására alkalmas, de földgáz minőségű biometán gáz előállítására is, ami azt gondoljuk, hogy régiónként normálisan beosztva az ország területén rengeteg földgáz tudna helyettesíteni. Természetesen az aszálykárokat megint meg kell, hogy említsem, hiszen a víznek a hiánya és a víznek a Kárpát-medencéből történő kifolyása is egy égető probléma. Ezeket úgy gondoljuk, hogy duzzasztókkal lehetne megoldani, hiszen a talajvíznek a szintje is a folyóink vízszintjéhez igazodik. Éppen ezért óhatatlanul és elengedhetetlenül fontos ennek a helyreállítása, és ha már ilyen duzzasztókat építenénk a folyóinkon, legfőbbképp a Dunán, akkor azt gondoljuk, hogy ezt már energiatermelésre is lehetne használni. Arról nem beszélve, hogy az erdők 100 éves ciklusonként újulnak meg, hogyha mondjuk egy őshonos tölgy vagy bükkerdőről beszélünk, ennél lényegesen gyorsabban tud megújulni mondjuk egy akácos, illetve a vágásterek hulladékait, illetve a mezőgazdasági melléktermékként ismert szalmát is úgy lehetne hasznosítani, hogy brikett tüzemeket kéne létrehozni, és ezek a brikettek tudnák a tüzelő anyagot helyettesíteni, jelen esetben a tűzifát vagy a földgázt. Mi azt gondoljuk, hogy az erdő az a föld tüdeje, és mi azt szeretnénk, hogyha a gyermekeinkre egy olyan földet tudnánk még hagyni, egy olyan országot tudnánk még hagyni, ami gyakorlatilag élhető, nem pedig egy lepusztított sivatag. Éppen ezért mi nem támogatjuk a kormánynak ezen intézkedéseit, hiszen nem egy gyorsan megsarcolható energiaforrásról van szó, hanem a jövőnkről. Éppen ezért mi azt szeretnénk, hogyha itt a rabló gazdálkodás beindulása előtt a kormány ezt átértékelné, újra gondolná, és egy a természetnek és a jövő nemzedékeinek egy jóval kedvezőbb kormányrendeletet és erdőtörvényt hozna létre.